Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége az idejében már 5. alkalommal vesz részt az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon. Az Agrárminisztériumi Jóvoltából a Kárpát-medencei Együttműködések főosztályának a Kárpát-medence kincsei standon vagyunk minden második évben. Az idei évben is nagyon széles termékpalettával készültünk, amire külön büszkék vagyunk, hogy az idén már a Kárpátaljai márka család termékeit is elhozhattuk magunkkal. Ez körülbelül 20 vállalkozónak a kiváló minőségű termékeit jelenti. Megtalálhatók közöttük az élelmiszeri termékek, mézek, lekvárok, szörpök, bortermékek, pálinkák, batáta, ami szintén a Vállalkozók Szövetségének az egyik programjának a keretein belül került Kárpátaljára, illetve kézműves termékeink, hímzések, horgolt termékek, fából készült termékek, és még sorolhatnánk. Az a tapasztalatom, hogy talán ez az idei, az eddigi legmozgalmasabb omék, már ugye az 5. alkalommal veszünk rajta részt. Nagyon nagy az érdeklődés, nagyon sok a látogató, szinte folyamatosan jönnek az emberek, nagyon sokan kérdezősködnek, a termékek iránt viszont inkább az élelmiszeripari termékek, élelmiszerek után van kereslet vagy érdeklődés. Mindenképp elsődleges számunkra, hogy a kárpátaljai magyar vállalkozásokat reprezentáljuk Budapesten is. Az, hogy mi itt vagyunk a Vállalkozók Szövetségének, ugye egy 2500 fős tagsága van már, és azt a 20-25 vállalkozót, akinek a termékei itt vannak, mi megpróbáljuk a lehető legjobban bemutatni. Ezzel együtt egy kicsit Kárpátalját, Kárpátalja kultúráját is bemutatjuk, illetve felkeltjük az érdeklődést az iránt, hogy látogassanak majd el hozzánk. Nagyon jó tapasztalataink vannak, volt már rá precedens, hogy itt megkóstolt termékek miatt már felkeresték otthon Kárpátalján a vállalkozóinkat, ezért névjegykártyákat, szóróanyagokat is hozunk magunkkal minden egyes óvékra. Mindig átmegyünk, minden egyes standot megnézzünk, inspirálódunk, hogy mi lenne az az új ötlet, innováció, amivel mi is tudnánk gazdagítani a saját termékeinket. Így a Kárpát-medencei standon pedig minden partner szervezetünk megjelenik minden második éven az omékon, tehát barátainkkal, nemzettársainkkal találkozunk, ami egy különlegesen nagyon jó alkalom arra, nem csak arra, hogy bemutassuk a termékeinket, hanem hogy kapcsolatainkat építsük, találkozzunk egymással, beszélgessünk arról, hogy kinél mi a helyzet. Úgy gondolom, hogy ez a kapcsolatépítés is egy kiváló lehetőség.